A mai adásban a Jászai Mari Színház elmúlt évadáról és a következő évadról fogunk beszélgetni. Az igazgató úr pedig már itt is van velem, Crespo Rodrigo. Szia, üdvözöllek! Szép napot mindenkinek! Beszéljünk a 2022-23-as évadról egy icipicit, hogy milyen előadások voltak, és hogyan értékelnéd ezt az elmúlt évadot? A mögöttünk lévő évadban az volt a legjobb, hogy volt. Ugye előtte két covidos évad volt, ami megtörte a lendületet, megtörte az évadokat, mindent át kellett szabni, de végre ez az évad, ez meg tudott úgy történni, legalábbis a legnagyobb részben, mint ahogy terveztük, hiszen az energiaárak emelkedése miatt egy két hónapos leállás volt a nagyszínpadon, de ezt nem igazán érezték meg a nézőink, hiszen a kamerában folyamatosan tudtunk játszani, és egyébként próbáltunk is, és februárban meg is volt az Amadeusnak a bemutatója, ami az újranyitásunk első bemutatója volt. 6+1 előadásunk volt, illetve bemutatónk volt. A kamerában a Polgárkukkantót játszottuk, ami egy abszurd bohózat. Aztán a nagyszínpadon volt a Részegek, amit Sebestyén Aba rendezett, volt a Te édes, de jó vagy légy más, ami egy komédia, egy musical komédia, amit Mikola Gergő rendezett, és a nagyszínpadon ezután jött a Jó gyerekek képes könyve, ami szintén zenés előadás, ugye a Részegekben is sok zene volt, a Te édes egyértelmű musical, a Jó gyerekek képes könyve pedig a Tiger Lilyznek a zenére épül egy gyerekkönyv feldolgozása, jó sok fekete humorral. Ezután jött az Amadeus, ahol szintén sok zene volt ugyan bejátszásból, és az évad végén a Kazimir és Karoline volt látható, illetve a plusz egy bemutatónk, az pedig gyerekbemutató volt, az Ágacska szintén dalokkal teletűzdelve, ami a következő évadban fogja kifutni magát. A bérletes előadások között és a Lázár Ervin programon belül. A Most Fesztiválról is beszélünk egy picit, mert hát az sem maradt el idén. Hála Istennek a Most Fesztivált is meg tudtuk tartani. Most 4 napos volt a fesztivál, szerintem csodálatos előadásokat láthattak, és a következő jubileumi 10. fesztiválra már készülünk. Volt egy szerepváltás is időközben, és egy régi arc tért vissza tulajdonképpen a színházba. Igen, ugye Szakács Hajnalka Anyai örömök elé néz, és az ő szerepét a Te édesben Szabó Emilia vette át, aki alapító tagja volt a Jászai Mari Színház társulatának, és azért, hogy akkor hagyott ott minket, amikor ő is Anyai örömök elé nézett, de most ezt nagy örömmel vállalta, és a következő évadban a Francia Rudugrásban is őt láthatják a Hajni szerepében. A Te édes, de jó vagy, fog tovább menni, ha már a következő évadnál egy kicsit rákanyarodunk? Igen, a terveink szerint, mint a Francia Rudugrás, a Polgárkukkantó és a Te édes is fog tovább menni. Akkor most beszéljünk a 2023-24-es évadról egy icipicit, hogyan fog alakulni ez? A következő évad annyiban különbözik az előző évadoktól, hogy most nem 5 nagy színpad és 1 stúdió előadásunk lesz, hanem 2 stúdió előadás és 4 nagy színpadi előadás. Ennek elsősorban a gazdasági kényszer az oka. De ez nem befolyásolja a darabok színességét, vagy azt, hogy hányfajta műfaj lesz. Az első bemutatónk a kamarában a Nem félünk a farkastól című dráma, és ezzel párhuzamosan fog próbálni a nagy színpadon a Caracciale Farsang című előadása, és ezután Szikszai Rémusz rendezésében McDonald Hóhérok című fekete komédiája következik, aztán Guelmino Sándor rendezi a Kétegy című színművet, ezután egy magyar dráma következik, Dragomán György Kalusny című drámája, és az évad végén pedig egy romantikus komédia, Jászd újra szem lesz a nagy színpadon. És hát lesznek visszatérő rendezők is, Szikszai Rémusz ugye ebben az évadban is, az elmúlt évadban is rendezett, és ugye Göttinger Pál, aki még visszatérő. Igen, a rendezők személye, ugye a Guelmino Sándor 2 előadást fog rendezni nekünk, a Nem félünk a farkastól és a Kétejt. Lesz új rendezőnk, aki még nem dolgozott a társulattal, Botos Bálint, egy fiatal rendező, több rendezését láttuk, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne kipróbálni, hogy tud velünk együtt dolgozni. Lesz természetesen még visszatérő rendezőnk, szinte házi rendezőnk, Szikszai Rémusz, akivel sok közös munkánk volt már, ő meg Donának a Hóhérok című fekete komédiáját fogja kamarába rendezni, és Göttinger Pál is rendezett már nálunk, és most Dragomán György Karusny című drámáját viszi színpadra a nagyszínpadon, és a Jászd újra szemet pedig én fogom rendezni. Mi alapján döntitek el egy-egy évadnak az előadásait? Most például mire koncentráltatok? Ez mindig a legszebb része az igazgatásnak, illetve a Sanyival való közös munkának. Igyekszünk olyan darabokat választani, ami egyaránt a nézőknek érdekesség és újdonság, de ugye a témáját tekintve mondjuk, és igyekszünk olyan darabokat választani, ami a legjobban tudja megmutatni az évadban a társulatnak az erejét. Tehát mindenkinek legyen olyan feladata, ami tovább lépésre ad lehetőséget, vagy olyasmi, ami még eddig talán kevésbé találta meg, vagy pont nagyon
neki való. Tehát, hogy mindig ez az egyensúly az érdekes, hogy a nézőknek is mindenféle előadást tudjunk mutatni. A magunk mércéje szerint mindenképpen értékes és jó anyagokhoz nyúljunk, olyan alkotógárdával, ami inspirál minket, akiket mi is tudunk inspirálni, és mindig olyan feladatok legyenek a lehető legszélesebb körben a társulatban, ami miatt ők a pályára léptek. Ha már ugye a társulatot említetted, akkor az idei évadban azért két fiatal is csatlakozott hozzátok, elég sok előadásban is láthattuk őket. Ők csatlakoztak a társulathoz, vagy most is lehet őket majd látni? Igen, kifejezetten már egy ideje gondolkodunk a Sanyival, hogy fiatalokat csábítsunk a társulathoz. Ebben a mögöttünk álló évadban Bartos Ági és Csabai Csongor szerepelt nálunk több előadásban, de más fiatalok is voltak egy-egy előadásban, és úgy döntöttünk, hogy mind az Ágét, mind pedig a Csongort leszerződtetjük. Tehát két tag a bővül a Jászomörű Színház csapata, és a következő évadban is több előadásban láthatják majd őket. Én azt hiszem, hogy ha látták őket a nézők a színpadon, akkor pontosan tudják, hogy miért szerződtettük le őket, és várják őket a következő évadban is a színpadon. Ha már te rendezed a Jászd újra szemet, akkor egy picit mesélj róla, hogy mi az, ami téged ebben az előadásban vonzott, vagy miért pont ezt választottad. Ugye Woody Allent vagy szeretik, vagy nem. Igen, nekem ez a tapasztalatom. Nem, de tényleg, tehát, hogy ő tipikusan az a fajta rendező, így legalábbis a filmes suliban nekem ez volt a tapasztalatom, hogy őt vagy szerették, vagy nem. Én szeretem Woody Allent. Legalábbis az első találkozásom az nagyon jó volt a filmélményem, Fogd a pénzt és fuss, tehát én látom magam előtt az akkori magamat, aki nézi ezt a történetet, és nem viszek a szememnek, és rendkívül jól szórakoztam rajta gyerekként. És azt gondolom, hogy a társulatban lévő fiatalok, akik ebben benne vannak, nagyon jól meg tudják majd mutatni magukat. Én szeretem ezt a humort, ami ebben a darabban benne van, a humort és a romantikáját is egyben, és meg tudom érteni, hogy küszködik egy férfi azon, hogy hogy legyen férfi, még hogyha ennek ugye egy viszonylag szélsőséges példája az Ellen állandóan önelemző alkata. Ugye a sztori szerint ő egy filmes kritikus, filmmel foglalkozik, és hát ebből is fakad rengeteg humor és jelenet az előadásban, hiszen megelevenedik az ő idója, Humphrey Bogart, és vele beszélget a Humphrey Bogart az idól, és hozzá szeretne hasonlítani, és megpróbál úgy csajozni, ahogy ő teszi, de rengeteg humorforrás fakad ebből, de hát állandóan ugye az elemzések következtében és az emlékezésével kapcsolatban mindig visszajönnek a feleségéből történt, vagy így történt, vagy általa így kiszínezett, így megélt történések és rettegések, valamint amikor ismétlen a csajozás útjára lép, akkor már előre elképzeli ezeket a dolgokat, amiben ő elképesztő módon tudott alakítani az ágyban, és hát a valóság köszönő viszonyban nincs ezzel, tehát nagyon ügyesen megírt történet, hiszen vannak, amikor előre elképzel valamit, valahogy, ezt látjuk, és aztán látjuk, hogy mi történik meg belőle, aztán vannak realben megtörténő dolgok, és akkor többször eljátszik különböző gondolatokkal, hogy mi lesz, hogyha barátjának ezt el kell mondani, mi történt az előző éjszaka, ha így reagál, úgyis lazán fog, akkor nem, akkor öngyilkossága, tehát nagyon sok minden van benne, és hát van egy egyszerű tanúsága, az ember nem árt, hogyha vállalja önmagát, és van egy kicsi önbizalma, hát ha megszeretik, a szerepjátszásnak előbb-utóbb nem lesz jó vége, és a darabban is eljut odáig azért Ellen, hogy a kedvenc mondatát a Casablancából elmondhatja, és igazán férfinak érezheti magát. Egy icipicit akkor egy-egy előadásról, hogy mi a te gondolatod, akkor menjünk végig, jó? Nem tudom, melyikkel kezdjük, amelyikkel szeretnéd. Menjünk sorba, oké. Igen, nem félünk a farkastól. Hát ez egy klasszikus történet, mert ez alatt azt értem, hogy valószínűleg sokan találkoztak vele. A Sanyi most ugye dolgozik, ebben az időszakban dolgozik a végleges szövegkönyvön, a koncepción, díszleten, a jelmezen. Bakunyi Csilla, Bartos Ági, Csabai Csongor és én játszunk. Ez egy négyszereplős történet, ami az elején rendkívül sok humorral indul. De ez egy elég kedvetlen játék, amit játszik George és Márta. Az ő kapcsolatukban rengeteg játszmázás van, és valahogy ez alatt a pár óra alatt, ugye ez egy éjszak alatt játszódik, jutnak el az öldöklő leszámolásra a végkifejletig. Szóval ez egy gyilkos humor, tragikumikus élveboncolás, és hát minden illúzió és titok szerte foszlik. Azt gondolom, hogy egy izgalmas hintába tudjuk ültetni a nézőket, egy izgalmas, jó cselekményű, jó párbeszédű és jó humorú, jó kegyetlen humorú előadás születhet belőle itt nálunk. A következő előadás a nagy színpadon az a Farsang. Ez egy komédia, egy bohózott bajló komédia, alapvetően a férfi-nő viszonyra épít, megcsalások vannak, nyomozások vannak, az összes komikus fordulat, ami meglelhető egy-egy jó komédiában, vígjátékban, az ebben a darabban megvan. Botos Bálint ugye Erdélyből érkezik hozzánk, eredetiben is olvassa és dolgozza a szövegkönyvet, tehát a Karácsálle ugye román
szerző, a Román Födó, és bízom benne, hogy így hozzá kulturálisan is közel áll a szerző, és ez az anyag. Szóval ez a balkáni Födó. Jó, izmos vígjáték, és olyan szaga van. Én azt gondolom, hogy rettentő jó vígjáték, és szerintem szép esté lesznek a nézőinknek azoknak, akik megnézik. A Hóérok, a McDonald egy csodálatos szerző, szinte a legtöbbet játszott, ugye rengeteg filmje van, díjakkal elhalmozott szerző, tehát nagyon tud valamit. És azt gondolom, hogy Rémusz alkatához nagyon passzol ez a fajta humor, és ez a picit feketébe hajló humor. Hát a Hóhérok ugye a cím alapján nyilván már elég sok mindent elárul. A főszereplők, vagy a főszereplő hóhér volt. És a darab úgy kezdődik, hogy végezzi a munkáját, aztán megszüntetik a halálbüntetést, és utána kocsmáros lesz. De az utolsó munkájában felmerül egy kis gigszer, nem akarom lelőni a poént, és e körül bonyolódik minden, és megjön a végén a fő hóhér is, és minden e körül forog. De összességében azért érdemes elgondolkodni azon, hogy a halálbüntetés az egy végleges büntetés, és mi van, ha tévedtünk, ha tévedett a bíróság, és végrehajtódott a dolog. Tehát azért ez a téma mindenképpen föl fog merülni az előadásban. Mi van akkor, ha valakit esetleg ártatlanul végeztek ki? Ott már nem lehet bocsánatot kérni, ott már nincs perúra felvétel, ott már nincs semmi, posztumusz, hát utána mit csinálunk? Tehát ez az alapvető kérdés is természetesen benne van. És az összes jó McDonald figura felvillan. Tehát azért kocsmában vagyunk, ott vannak a közönsége a hóhérnak, a kocsmárosnak, szóval Harrynek. Szóval jó kis füstös fekete komédia ígérkezik. Aztán a nagy színpadon Sándor a kételyt csinálja, ugye ez azzal foglalkozik alapjában ez a darab, hogy vajon mi történik akkor, valakit ártatlanul vádolunk meg? Vajon ártatlanul vádoltuk meg? Ugye itt sok minden kérdés, mert földön alapvetően ez van, két különböző szellemiség csak össze, ugye a Aliosius nővér és a Flynn atya személyében, a Flynn atya egy liberálisabb, a gyerekekkel kedvesebb, megértőbb, atya szerepében tűnik föl, és ez nagyon szúrja a nővérnek, az igazgatónőnek a szemét, mert ő sokkal rigorózusabb, sokkal keményebb, sokkal szabálykövetőbb, ha tetszik ilyen értelemben kegyetlenebb. Tehát nem azért gondolja, hogy nem azt gondolja, hogy rendnek kell lenni, és ebből ő nem tud engedni, és egy ügy miatt a fejébe veszi, hogy itt valami olyasmi történt, Flynn atya és egy gyerek között, aminek nem lett volna szabad történnie. És innentől kezdve begyorsulnak az események, és jutunk el majd a végkifejletig. Nagyon jól van megírva, jól van szerkesztve, billeg az ember, hogy mi történik ebben a dologban, mikor kinek ad igazat, és ha jól csináljuk, akkor utána lesz miről beszélgetni hazafele menet. A Kalusni Dragomán darab, ez a rendszerváltás előtti időben játszódik Romániában, Erdélyben. Nincs konkrétan megnevezve a város, egy erdély nagyobb városban, és éppen menekülnének el, vagy hagynák ott Romániát egy család, de hát közben szól a magánélet, a problémák. Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne spoilerezzek, de kőkeményen beleszáll a Szekú ebbe az egész történetbe. Tehát egy ilyen szekús világban történt családi dráma, és nem véletlenül az időzítés, a kommunizmus áldozatának az emléknapjához van időzítve a bemutatónk. Remek, szép szerepek tömkelege van a darabban. A Jászdúra szemről pedig már beszéltünk, tehát az zárja majd az évadot, egy könnyű romantikus végjáték. A Most Fesztiválról egy picit tudsz valamit mondani nekünk, ugyanis most fog jubilálni a fesztivál, úgyhogy gondolom azért egy nagyobb lélegzetvétellel készültök. Igen, de hát még egészen konkrét terveink nincsenek. Mindenféléről már beszéltünk, már gondolkodtunk, hogy lehetne igazán szépen megünnepelni, de még nincsenek végleges terveink. Természetesen várjuk az előadások jelentkezését, meglátjuk, milyen plusz programokat tudjuk meglátni a nézőket. Akkor én már csak annyit tudok kívánni, hogy jól sikerüljön a 2023-24-es évad is, kéz és lábtörést kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen.